Mamóka! Itt van CJ, tiririrű, olyan édes, tiririrű, mint a krémes, tiririrű, túl veszélyes, tiririrű, a feneked szexi, tiririrű, a tangád kilátszik, tiririrű, a testedre éhezem, tiririrű, és mindenre, mindenre képes lennék érted. Mamóka! Összejövünk? Tessék! Maga nem szereti a csoki fiúkat? Mi az, hogy rasszista maga mama? Rohadjon meg! CJ, ha valamit, akkor a rasszizmus nem tűri. És hát a mamókával végeznem kellett, ezzel kellett elkezdem a részt, és hát mivel ezen a területen még nincsen semmi a gettósoknak, és a terület itt nagyjából, ugye itt vagyunk nem messze a temetőtől, ez alapból régebben a gettósoké volt, úgyhogy most egy kicsit kiűzzük innen a ballaszkutyákat, szóval rohadékok, gyertek! Kellene nekem a területetek, az a helyzet. Ezt már szeretem amúgy, hogy rendőrbán nem támad minket, mert ugye, amíg bandaháború van, addig nem támadnak a zsernyákok minket. Hát ez egy nagyon mikró terület, srácok, ezt figyeljétek már, mekkora területet támadta meg. Ilyen kis hangyaszarnyit, te jó Isten! És figyeljétek meg, az lesz a durva, hogy ezt a területet jobban fogják védeni majd, mint ezt a tengerpartit, amit az előző részben foglaltunk el. Hát akkor beszavarnék. Amúgy itt Timiszkó természetesen, ha nem mondtam volna. Hát már poénkodva kell kezdeni az utolsó részeket, srácok, ugyanis túl sok poénra már nem lesz lehetőség. Hát hamarosan bezárja a GTA San Andreas kapuit, ugyanis ezt nézzétek meg, srácok. 97,37 100%-nál járunk. És a mai részre küldetésezés lesz a program. Útközben fogunk fújni pár graffitit, amennyit megtaláltunk, viszont úgy vagyok vele, hogy amennyi graffiti megmarad, azt mind a következő részben fogom lefújni. Tehát a kövi részben lesz egy teljes rész a graffitiknek szentelve, illetve meg fogok kérdezni majd Máté papától, hogy még mi kellene esetleg a 100%-hoz, hogyha hiányos lenne a listám. Elküldöm neki e rész után a listámat, hogy mondja már meg légy szíves, hogy milyen cuccokat kell esetleg még megcsinálni, de szerintem az én listám jó. És az már csak azt mondja, hogy már csak a graffitiket kell lefújnom. És utána végeztem mindennel elvileg. Az igen, alkán meg minden szarral jönnek, és ennyit érnek. Ezért imádom én az M4-es srácok, véleményem szerint az M4-es az jobb fegyver, mint az AK. Én mindig is M4-es párti voltam, az tény természetesen, hogy a való életben hát több, mint valószínűleg ez az bizonyított tény, hogy való életben erősebb fegyó az AK-47-es, ugye ruszki fegyver. Mint az AK, ami M16, úgy tudom a való életben. Tehát erősebb az egy dolog. Na, ezt már szeretem. Mamóka nyugodtan csicsereghet, de ez ballaszos mama egyébként, úgy tudom, srácok, ez ballaszos mama, ezen ballaszos drug dealer, úgy tudom. Nem viccbe mondom, ezek tényleg azok. Ó, még újra érezte a ballaszt, mocskos tetves köcsög. Mentős, az ilyen mentősöket nem tűrjük meg. Na, ez Grove Street-es mamóka, ugye? Nem, ez is ballaszos mamóka. Akkor azok dögöljenek meg. Na, hát akkor még egy területet, egy nagyon mini területet megszereztünk a ballaszosoktól, de hát ezzel még a seggemet sem törölhetem ki. Ezzel nem érem be, srácok, kell nekem még egy terület, kell még egy terület. Itt elfoglalunk mondjuk egyet, azt a mindenit, rohadék, elmertél ütni? Dögölj meg, ennyi voltál. Jöjjön egy pár ballaszos, itt egy jó nagy területet el tudnék venni tőlük. Csak ilyenkor nem közlekednek természetesen a ballaszosok, mikor akarom a területet. Ó, de figyeljétek már, srácok, tényleg milyen kicsi terület ez. Te jó Isten. Hát ez lószar. Na mindegy, itt jött még egy ballaszos. És akkor kéne még egy, és akkor ki tudnék robbantani egy bandaháborút. Ebben is ballaszos ül bizony. És kirobbantotta egy bandaháborút. Na, itt azért már eléggé nagyobb területről beszélhetünk. Jó, ezt is elfoglaljuk, srácok, ezt is elfoglaljuk. Gyertek akkor ballaszosok, legalább egy kis Desert Eagle tapasztalatot viszek fel. Amúgy Dezit, ezt a fegyót a rész elején vásároltam. Azt a kurva, itt azért keményebb fegyverzettel jönnek már legelső hullámban. Hát van olyan terület, a nagy tengerparti területet ugye csak egy szaros baseball ütővel védték az első szinten. Itt meg hogyan bekeményítettek. De srácok, most nem azért a bérgyilkos szinten milyen kemény lett már ez az Uzi. És milyen jó, 1900 lőszerem van benne pontosan. Nagyon kemény lett az Uzi bérgyilkos szinten. Tehát itt már rendesen lehet ezzel írtani a népet. Oha. Ezek vannak közelebb hozzám, ezeket nyírom ki gyorsan először. What? CJ nem érti. What? Oké, ezek megdöglöttek.
Fölvesszük a pénzt, természetesen, és akkor lehet jönni rohadékok. Fú, gyerekek, hát ez valaki számolná. Összesen megszámolta valamelyikőtök, hogy a játék eleje óta, vagy csak azóta, mióta visszatértem Los Santosba, hány ballaszost gyilkoltam ki. Na hát annak jár valami jutalom, hogyha ezt megmondja kommentbe. Kíváncsi vagyok, hogy hány ballasz gyilkolásnál járok jelenleg. Várjatok, rájuk dobok egy gránátot. Egyetek, kutyák! Jó van, ezzel egy kicsit legyengítettem őket. Ajaj, 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 hújj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 j
is jön. Nyugi. Stand up for the champions, inkább ezt énekeljétek, ballászosok. Mert a Grove Streetesek a championsök, ez a terület is a miénk, srácok. Oké, okay. És akkor egyelőre elég volt ennyi, küldi most már, vagy területfoglalás, most már küldetésezni húzzunk. Szereztünk tehát itt is magunknak két területet. Jól van, a Grove Streetes család tényleg kezd visszatérni a térképre. Ott a golyóállom ellen egyébként még azért akarok mindenféleképpen eljönni. Tiri! Ennyivel jobb kedvel közlekedünk itt, hogy már a Grove Streetesek nyomulnak. Most nem, srácok? Tök jó lesz majd így látni a hazát. Területünket megtámadták. Szarom, nem, mert igazából elindítom a küldit, aztán úgy is elfelejti a játék, hogy megtámadták a területünket. Szóval, ja. Kéróz. Tűrű, még így utoljára ki kell élvezni ezeket a San Andreas-os zenéket. Hát már nem lesz sokáig lehetőségünk rá, hogy ezekre elégüljünk ki. Úgymond, bár ez elég félreérthető kifejezés volt, nem mindegy. Nem lesz tényleg sok lehetőségünk arra, hogy élvezhessük a San Andreas-os zenéket. Néhány rész maradt hátra, srácok, néhány rész. Aztán tényleg búcsút indünk, egyébként itt is van egy gokárt. Mellékküldetés? Azt hittem. Hát akkor ezt nem csináljuk meg. Mellékküldet van, akkor megcsináltam. Na mindegy, egyébként jöjjünk ide most Mad Dog kérójához, ahol úgy tudom, hogy ez a küldi csupán annyiból fog állni, hogy lesz egy áldozat, és Sweetet el kell vinnünk a gettóba. Azt hiszem ez lesz a nagy küldi. De hát mindegy, erre is, hogyha beadják a 0,5%-ot, az azért nem semmi. Hány százaléknál járunk? 97,33. Gyorsan itt mentek egyet, hogyha bármi gebasz lenne, vagy valami, akkor ne legyen már szarban a haza. Oké, okay, mondjuk mentsünk a... erre az elmentésemre. Oké, okay, és akkor lehet menni küldetésezni. Nézzük tehát az átvezetőt. Felkelés. Itt van Trát, én is elfelejtettem a nevét. Mi a neve az öregnek, srácok? Trút, azért mondom, Trát, hasonló. Eddie Pulaski és Frank Tempani tiszkek. Hát gyerekek, Eddie Pulaski az már régen a koporsóban veri a répát. Azt már régen kinyírtam. Ők maguk hozták. A Kendlő, te is itt vagy. Farmomba került és elhappolta a vízipipát. Téged nem pipázott le? Trút most nem azért. Sweet hogyan nézi már, gyerekek? Mindegyik hogyan nézi? 20 évet mondtam, próbálj 5 évet. Srácok, sem azért mindegyik úgy nézi, hát ezek, gondoljatok már bele, most látnak életükben először tévét. Jimmy Hernandez tisztelentőnésen, azt is már mikor kinyírt a Tempani. Pulaski tiszt, saját magáról hitta, hogy szökésben van. Ennyi volt az átvehető? Azt hittem. Mi a szart néznek amúgy ezek most a TB-ben? Fogalma nincsen. Kerületi ügyvéd, iroda megfelelőnek látszott. Mad Dogot hogyan fülel már? Zsíros fülével. Még ott izé Rage-el. A Truth mondja itt az életbölcseségeit. Meglepő döntés. Teljesen példátlan. Kendlő, zárd már össze a lábaidat, hát még a végén rosszat látunk ott a lábaid között. Fúj. Nem vagyunk rád kíváncsiak. Kendlő, mondtam valamit. Na, Nigga, te meg nyugodjál már meg. Az egész város elhúz. Ja igen, srácok, ettől a küldetéstől kezdve fog, azt hiszem, fölfordulni a város. Hát mindenki megőrül, de tényleg. Egész Los Santosban tévéket fognak lopni az emberek, lövöldöznek, gyújtogatnak, romok lesznek az autók. Most meghűlt a nép, srácok, itt az utolsó küldikre, majd meglátjátok. Jól el van kurva. Nekünk kell elintéznünk bizony. Ó, természetesen miénk a Greenwood. Nem, hogy ott elvinnénk a jó kis hippi autót, nem, mi a Greenwooddal anyjuk. Jó van, jó az is. Vezess a Grove Streetre. Ennyi igazából a küldünk, hogy el kell vezetnünk a gettóba. Hát ja. Nem egy komcsi küldetés, nem ez a San Andreas legnehezebb küldje, maradjunk annyiban. Jaj, hold the line! Srácok, egyszer élünk, leszarjam a copyrightot.
tű. Igazából tényleg én leszarnám, ha csak egy egyszerű copyrightot kapnánk, mert egyszer bőven bevállalnám a San Andreas végigjátszásom tiszteletére ezt a csodálatos zenét, de nem merem, mert igazából némítást is maga után vonna. Én már kaptam videó némítást azért, mert Hold the Line-t hallgattam, szóval csak nyugi. Na, szabályosan. Elpáholni a majmot? Jézusom, miről beszéltek már, Sweet? Sweet, ha már itt tartunk, föltennék neked egy találós kérdést, tesó. Figyelj, kiszállunk, itt lefújok egy graffitit, és fölteszek neked egy találós kérdést. Várj, a graffitit szerintem elhagytam. Igen, elhagytam, azért visszamegyek, mert le akarok fújni itt most egy graffitit. Jaj, Hold the Line természetesen. És akkor Sweet, bro, fölteszek neked egy kérdést. Tesó, hogy hívják? Nem szállsz ki? Nem szállsz ki, akkor átzoomolok, Sweet. Na mindegy, majd az autóban megbeszéljük. Lenne hozzá egy kérdésem, Sweet. Na ezt pedig lefújjuk. Ugye 27-ig eljutottam az előző részbe, csak pont lenyomtam egy eszket és kifagyott a játék, szóval szar ügy. Na, Sweet, ott tartottunk, most pont nézel rám. Mondd csak meg nekem, tesó. Nézd vissza rám, nézd a szemembe a boci szemeiddel. Szerinted, te hogy mondanád más szóval azt, hogy majom csapda? Hát ma kiverem! Ha-ha! Sweet, te is nevettél? Ha? Én nevettem, csak szar volt a poénom, tudom. Na mindegy. Remélem értettétek, srácok. Tehát az a lényeg, hogy mi a majomcsapda más néven. Ma kiverem. Kicsit félreérthető. Annó ezzel nagyon sokat hepajkodtam a suliba. Hát már lejárt poén, de azért hátha van köztetek olyan, aki még nem hallotta. Ezt neked is tetszett, mi Sweet? Gondoltam. Csiklandozza ez a herezacskóidat. Ez a poén. Jesszus. Na mindegy, Sweet. Hát legalább ő remélem kacagott egyet. Igaz, Sweet, hát te nyári gyerek vagy, az ilyeneken kacagnod kéne. Kacagok, nevetek. Nézd szét, meg az öreg hölgyek is fosztogatnak. Mi a szar? Még a mamókák is fosztogatnak? Igen, nézzétek már, srácok, a papó is itt fut. Meg van a hűlve, nekünk akar támadni a papó. Meghűl tényleg az egész város. Nézzétek meg, lángokban az az épület. Megőrültek az emberek, a tempeni hát tönkre baszta az egész város. Ott a mamóka, te jó isten! Láttátok, srácok, a mamóka tévével szaladt. Te jó isten, saját szomszédainkat tépték szét. Ja, egyébként igen, srácok, a mai részben még egy kis mellékküldetés is lesz. Hát nem csináltam meg, mikor voltak ugye Los Santos csinyai, binnyai. Nem csináltam meg egy küldetést, minden ég. Azt a kurva. Melyek, összegyűjtök néhány pajtást és ellepjük a területet. Hát ez egy érdekes küldetés lett, ettől a külditől kezdve tényleg megszarakodott, megváltozott egész Los Santos. Tényleg, srácok, itt mostantól kezdve mindenki megőrült, küldetés teljesítve. Tűrű, tűrű, tűrű. Figyeljétek már, ott viszik a, azt hittem már, ott viszik a tévét. Dealer? Fut a dealer. Ne fussál, dealer. Kilövöldözik, örömlány! Mi a szar? A gettóban nem lesz zűrzavar. Ne párduc mozdulatokkal, már mi vagy te itt, Bruce Lee? Vagy hol érzed magad, a Jackie Chan filmben? Hagyjad már magad a örömlány, ez meg itt oltja a tüzet. Mi csináltok a szeretett gettómmal? Ha mi ez? Ó, még a gettóm, örömlány, nincs lövöldözés. És kurvulás sincs, megdöglött a dealer. Jó van, mentünk egyet. Egyébként erre kaptunk 0,5%-ot, srácok, tehát 97,86%-nál járunk jelenleg. Hát erre is ugyanúgy megkaptuk a 0,5%-ot, hihetetlen. Jó, hát ez is egy küldetéssel ért fel. Szóval, ja. Akkor vegyük úgy, hogy egy küldik, mert megcsináltam a mai részben. És akkor jöhet a következő. 97,86%. Alig több, mint 2% van hátra, srácok, a San Andreasból. És hát elfelejtettem, még egy mellékküldünk biztosan hátra van a játékból, srácok, a rablós mellékküldi. Ami úgy tudom, hogy még beletartozik a 100-ba. Szóval azt majd meg fogjuk csinálni. De akkor egy kicsit Sweetnek küldizhetünk. Viszont a stadiont, ezt a nagyon szexi stadiont, ahol ugye van a versenyzés, ezt mindenképpen el akarom foglalni a Vagosztól. És ezt figyeljétek, srácok, kigyulladt autók, tényleg minden zűrzavar lesz itt a játék legvégére. Tényleg megőrült egész Los Santos. Figyeljétek, az örömlányok diktálják a tempót, stb. De rendőr le se szart, hogy lekéseltem a ringyót. Tényleg nagyon megváltozott itt a játék végére a város, meg a felfogás. Szóval, ja, dillerek futkoznak ide-oda, jó, mondjuk eddig is ők ott voltak mindenhol. Jó van, azért szerencsére az embereink még nyugodtak. Rohadt diller. Még pénze se volt, az igen. Jaj, srácok, lőjétek már le őket.
Így hagyjátok, hogy betámadjanak engem. Ó, milyen emberek vagytok ti. Ide gyorsan beugrok. Jajaj. Csak azért, mert itt is van egyébként valahol egy graffiti. Gyertek már srácok, vonszoljátok már utánam a szaros seggeteket. CJ, diktáljál már nekik tempót. Na. Come on, stay, come on! Ezek nem tudnak mászni, CJ, hiába üvöltözöl. Mindegy, itt lesz valahol egy graffiti, banda erőség, az igen, kinyírtak az egyik ember, tehát ilyen ratyirambókra nincs is szükségem. Viszont ezt a graffitit itt jó lenne lefújni. Oké, okay, 22 a 100-ból. Itt elég sok graffitit tudok, de most nem akarok nagyon azokkal szorozni. Mondom, a kövi részben, amiket így kifelejtek, még útközben meg fogom csinálni. És akkor itt szerzünk egy még egy területet, elcsípek a vagosztól. Jaj! Elütött rendőr bátyja. Nem tudom, mi volt vele. Na, vagoszosok. Vannak itt vagoszosok? Járnak erre fel egyáltalán vagoszosok? Már jó lenne egy ilyen rohadt nagy területet megfosztani. Ó, Faggio! Az én járművem. Faggio! Hát ez nem az én Faggiom. Ó, ott a vagosz. Ott kinyírjuk azt a vagoszost is. Azt jelenti, hogy kinyírtam kettőt, tehát még egy vagoszost ki kéne nyírni. Hát ilyenkor látjátok, a játék ezen szakaszában van nagyon ritka egy ilyen épp autó, srácok, tehát minden autó ég, meg minden szar. Hú, most pedig egy rohadt nagy területet csíphetünk ki a vagosztól, és gyakorlatilag a pusztulás szélére sodolhatjuk ezt a bandát. El akarom őket minél előbb tüntetni Los Santosból. Hát tényleg a vagosz az egy ilyen kis mezei banda, igazából közel nincsek olyan kemények, mint a bálaszosok vagy a Grove Streetesek, bár a bálaszosok is kis puha pöcsök, lazán kinyírjuk őket. Ezek meg nézzétek, mert még szembe sem mernek velem szállni. Nem olyan tökös legények a mexikóiak, mint amilyennek mondják magukat. Túl is értük az első hullámot, úgy érzem könnyedén, és egyszerűen fogom magamnak egy nagyon jó kis nagy területet szerezni. Jól van, jól van. Okés. Nekem nincs ellene kivetésem. Pénzügyileg is jól állunk. Az igen, itt jönnek egy pár. Ennyien akartok összesen megállítani. Hát ez nagyon gyér. Nagyon kevesek vagytok, kiskutyák. Ahhoz, hogy engem kicsináljátok, komolyabb tüzelőre lenne szükségetek, meg legalább ötször ennyi emberre. Most nem azért, srácok, de tényleg. Én egy igazi kemény gettós gyerek vagyok, Carl Johnson, CJ. Engem tudnám megállítani ezek. Nézzétek már, mennyien jönnek csak. Hát lazán szarrá lövök mindenkit, mert ugye bérgyilkos szinten van az M4-esem. Ajaj, kifogytam. És ennyi volt, ez a terület is az enyém. Ennyiből megszereztem ezt a nagy területet. Oké. Alig, hát nem is tudom, lehet, hogy nem is csíptek le a pajzsomba, mert alapból egy kicsit hiányos volt. És akkor most már a stadion területe is Grove Street. Hát ennyi területe maradt a vagosznak. Ez a kis hangya szarnyi. Itt először majd ezt a részt akarom teljesen zöldé tenni. Ez, itt már van egy területen, meg ott fönn is egy kicsi. Jó van. Akkor még egyet szerintem elfoglalok. Merre kéne menni? Várja, errefele nagyítsuk meg a terepet, vagy inkább errefele? Inkább errefele kéne először. Na szóval még egyet elfoglalok. Most a bálászosokat csonkítom meg, mert csóri vagoszosok már így is alig vannak. Azért most még nem akarom őket eltüntetni ebből a városból. Vagyis autó? Hát ez elég ritka. Nekem van egy ilyen, nem mondjuk a garazsamba, ugye ott a tengerpartnál. Tiri-ri. Na, vagoszosok? Gyertek, vagoszosok, akkor vívjunk meg. Kilő rám. Gyere ide, vagoszos ember. Te területeden akarlak kinyírni. És akkor ezt a területet meg is szerezhetem. Hol a vagoszos? Ott a vagoszos. Na? Á, nem fogsz bedobni még egy vagoszost, hogy kirobban csak itt is egy banda háborút. Pedig jó lenne még jobban megnevelni a területet, srácok. Tényleg azért most már egyértelmű cél, hogy egész Los Santos mi irányítsuk. És figyeljétek már, hogyan csórja a tévét, kiüti a kezéből, te jó Isten. Mi minden nem történik most már ebben a városban, hát á, szent szar. Gyertek, srácok, kéne egy kis segítség, a policét lőjétek le, a rendőrséget. Jújjúj, police, az csúnya dolog. Ajaj, de lőnek engem, jújjúj. Na talán itt találunk vagoszos emberkéket, nem ilyen tévélopó mukikat. Te ratyi, ne lopjad a tévét. Az nem a te szakirányod. De milyen durva, hát tényleg itt lopkodják a tévéket, a minden szar. Na most van egy-két ember a bandámban. Lőjétek le a rendőröket, azaz, én ezzel már megelégszem. Gyertek, vagoszosok, gyertek! Szálljunk szembe! Szálljunk szembe!
És kirobbantottam egy újabb bandaháborús, srácok, és hogyha ezt a területet elfoglalom, ezt figyeljétek már most, mekkora területet foglalhatok el tőlük, azt a kurva életbe. Teljesen meg fogom csonkítani a vagoszt. Még ezt a pont mellettem lévő területet is még a mai részben lenyúlom, ahova most sétálok át, és akkor tényleg rendesen átveszi a gettó az uralmat a város ezen részében. Hát a Vagos az már tényleg egy jelentéktelen kis banda szerepét fogja az utolsó részekben betölteni. Rohadt Vagosok, gyertek, gyertek, gyertek! Ki olyan kemény, hogy kinyírjon engem? Már is túléltem egy hullámot, hát ez óriási terület tényleg. Tehát ekkora területtel tudok majd mit kezdeni, hogyha itt nyomulnak az embereim. Gyertek, ratyirambók, gyertek! Védjétek többen a területet, engem az sem érdekel. Ennyien akarjátok megvédeni ezt a területet? Az igen, hát van egy rossz hírem, ennyien kevesek lesztek, de nagyon. Hát a társaimat vehetjük úgy, hogy veletek vannak, mert nekem semmit nem segítenek, szóval a gettós társaim a sokra nem megyek, de hát attól még ők legalább gettósok és nem áruló faszopók, mint Big Smoke. Ennyit erről. És gyorsan elfutok azért a golyóállóért, mert azért kis golyóálló mellényem legyen. Jajaj, megkezdődik az utolsó szint. Tyűha. Come on CJ, come on. Oké, okay, sniper elő. Kisznájpolom őket igazából. Egy megdöglött. Ezt nem találtam el. Ez is megdöglött, és akkor lefutok oda. Én szembe vállalom a harcot a Vagosszal. Gyertek rohadékok, gyertek. Jöjjön az összes, kikér még a pofájába egy kis sütit. Gyertek! Gyertek, 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 egyetek. Ez az, ez a terület a tiéd. Ez a terület is az enyém, srácok. Ez a terület is az enyém. Tehát ez azt jelenti, ilyen szinten átvettem e felett a hely felett az irányítást. Tehát még ezt itt elveszem a Vagosztól, és erről a területről, a keleti partról kiűzöm teljesen őket. Pedig az egész keleti part a Vagoszé volt, itt nem is voltak ugye ballaszosok például. Királyság, na itt kéne még pár Vagosz bandatagot kinyírni. Na, ott pont jön egy Vagoszos. Sőt, kettő. Nem, ezek nem Vagoszosok voltak. Talán már nem is mernek ide jönni. Most, hogy meglátták, hogy ilyen szinten bekeményítettem. Na, ott viszont abban biztos, hogy Vagoszosok ültek. Csak elmenekülnek. Ebben Vagosz ül! Vagosz! Álljatok már ki, Vagosz banda! Na még egyet ki kéne nyírni a banda háborúhoz. Még egyet ki kéne nyírjak. Ó, jöjjön már. Ott jön. Azaz, kirobbantotta egy banda háborút. Na ezt a területet még hogyha megszerzem, srácok. Az egész keleti part az enyém lesz. Hú, a 69. részre, hogyha így folytatom, nem lesz sok terület, amit el kell foglaljak. Szóval, ja, srácok, azért kicsit megrövidítem a 69. részt, mert az még 5 órás rész is lenne, hogyha mindet el akarnám foglalni. De hogy tényleg az konkrét hosszúságú videó lesz, az biztos még így is. Oké, túléltem az első hullámot. Dögölj meg, rendőrbá. Utálom a rendőröket itt a játékban. Dögöljön meg az összes. Engem az se érdekel. Még ezt a területet is akarom, és meg is fogom szerezni hamarosan magamnak. Nézzétek már meg, srácok, az egyik baseball ütővel jön. Vagy nem? Ja, csak rosszul láttam. Már majdnem beszartam, hogy még az utolsó területeiket is baseball ütővel védik. Eléggé gyér lenne az úgy. Aká, szart sem ér ellenem. Ellen tényleg még rakétavetővel is jöhettek, megkockáztatom. Úgy sem tudtok semmit sem tenni. Tehát ennyire noobok, srácok. Utolsó szint. Ezt is túléljük, akkor ez a terület is a miénk lesz. Figyeljétek, már ennyien jönnek össz-vissz. Most mi ez? Azt hiszik tényleg, hogy ez a pár ember engem meg tud állítani. Haha, bad joke, bad joke. Ez egy nagyon szar vicc. Tűf, tűf, ez a terület a tiéd, összes tisztet, és full respect, elértük gyakorlatilag, úgy látom, srácok, a full respectet. Azt a kurva életben mennyi területet elcsortam a Grove Streetnek. Ezért jár is a respect nekem, az biztos, srácok. Én mondtam, hogy a gettós család megint szép lesz, méltó régi hírnevéhez. Itt is van egyébként egy graffiti, csupán azért jövök ide, és akkor menjünk Sweet tesó küldjét, csináljuk meg. Hát szerintem megint területfoglalós küldje lesz Sweetnek, hát már nincsen más egyszerűen a játék végén. A játék legvége, ez tényleg ez már a területfoglalásról szól. Egyébként nyugi srácok, nem kell félni esetleg attól, hogy nem jön ki a 70 rész direkt, akármilyen szarsággal is, de össze fogom hozni ezt a sorozatot, hogy 70 részt elérünk, az meg lesz mindenféleképpen.
Oh my access, az igen, tévélopása, minden forever dealer. Tennessee, figyeljétek már srácok, a lámpák is vibrálnak, minden szar van. Tényleg a feje tetejére állt ez a világ. Hát gyakorlatilag olyan, mint hogyha zombi apokalipszis lenne. Kb. Ahhoz hasonlítható most már ez a válság. Na mindegy, én jövök egyet menteni. Az emberek megbolondultak, hát ez most már tényleg nagyon durva. Na mindegy, ez van. Ezt kell szeretni, most már sokáig nem kell úgysem itt lennünk ebben a játékban. És akkor hova mentsünk egyet? Mondjuk... nem háza hegyen. De, háza hegyen. Nem, nem. Torokköszörülés. Mentsünk ide. Mentsünk ide. Oké, tiszteletem az majdnem full. A respektem. És most nézzük meg a bandákat. Legkevésbé kedvelt banda Ballas. 33,96%-os területi arányunk van. 5 területe maradt a Vagosnak, 18 van a Gettónak és 30 a Ballasnak, srácok. Tehát tényleg most már nem sokkal nagyobb család a Ballas, mint mi. És ez még változni fog a következő részben. Na nézzük. Ez igen, örömlány vs. örömlány. Szerintem örömlány győz. De melyik örömlány? Jó kérdés. Kettes körözés. Hű, egy kicsit pikánsabb lesz Sweet küldje. Mindegy, kell egy kis paprika. Nézzük tehát ezt a küldetést. Los Desperados. Foglaljátok el a területet. Senki sem dúlhatja fel a területet. Hallasz engem? Senki! Alright. Viszlát. Na mi a baj, tesa? Majd az ellenőrzésünk alá mondtak. CJ, ez valami komoly átbaszás, ember. Én tudom, sokszorságon átmentem, amíg te bőriben rohadtál, tesó. Értem, hát! Na, ide már nem jutott a magyarításból, ezt a mondatot nem fordították le. Amiért ugatsz, amit még meg sem tettél. Hadd mondjam meg, na, akkor Kendlek cipőre volt szüksége, én kimentem és szereztem pénzt. Így van, Sweet, te egy igazi gigoló voltál. Inkább beálltál örömfiúnak, hogy Sweet, hogy Kendlinek meg a családnak meg legyen minden teremtve. Én meg Liberty City-ben vertem a gyíkot. Igaza van amúgy Sweetnek, ő rendet teremtett annó. Segítségedre van szükségem. Na mi van? Most elég elfoglalt vagyok. Családi szarság. Voltak idők, amikor még segítséget. Igen, az én területem is meg van lőve. Épp kifogok ezt a szart szomszédot. Na mit szeretnél? Visszaszerezzük a régi bandánkat. És srácok, nem akarok hülyeséget mondani, de ez a jól tudom, és ez 95% biztosan jól tudom, hogy ez az utolsó előtti küldetés a San Andreasban. Az utolsó előtti főküldetés. Felezlek hátulról, gyerünk, visszaszerezzük a területeket. A Variosnak is visszaszerezzük a területeit, Caesar. Oké, rendben, összeszerek pár házi srácot, és akkor megyünk is. Oké, toborzó. Jajajaj! Vigyázz innen, Caesar! Caesar, jól vagy? Jó vagy. Azt hittem már robbanunk egyet. Na, gettósok, ott vannak a srácok. Gyere te, ennyi. Oké, menjünk és találkozunk a veteránokkal. Follow me! This way, follow me! Na, bepattanunk a Greenwoodba. És akkor lehet jönni befele. Lányok, haho. Szálljatok már be. Na, most meg a izé Young Turk szól, ezt sem nem hallgatné. Na, befele. Az igen, Caesar. Veled meg amúgy mi a szar történt, te se, hogy ott hátul ülsz. Látom, nagyon szexi a kecske szakállad, azért mindig ott van. A toppon. Jól van, Caesar, te egy kemény gyerek vagy. Lenne egy kérdésem. Na mondjad, mit? Ez személyes. Ki vele, tesó? Brók vagyunk, Caesar. Tesók lettünk itt a végére. Na, meg akarom kérdezni Kentől a kérdést. Mi van? Használd a telefonom. Jézusom, CJ. Crazy for freedom, so long way. Na? Az igen, becsukott szájjal beszél amúgy Caesar. Szóval a lényeg az, hogy a hátsó ember ott rágási problémákkal küzd, és megkéri CJ, vagy Caesar, meg fogja kérni Kendlőnek az ondós kezét arra, hogy házasodjanak össze. Jól meggondoltad te ezt, Caesar? Hát, te bajod, tesa. Én nem szólok bele. Azt csinálsz Kendlővel, amit akarsz. Felőlem le is lőheted, én örülnék neki. Na mindegy. Igazából ez már egyéni szoc problém. Szóval igen, ennyi a lényeg, hogy megtudtuk, hogy Caesar meg fogja kérni Kendlő kezét befele. Gettó srácok. Lefújtam egy graffitit, és akkor csapassuk. Hát akkor srácok, a következő, ez a 66. rész, ugye 67. részben szerintem megcsinálom a graffitiket, 68. ban megcsinálom a betörős mellékküldéket,
69. részben elfoglalom az összes területet a gettóban. Vagyis hát a Los Santosban is jön a 70. a Final Mission. Oké, itt van a három veterán, akihez jövünk. Itt kiszállunk, oké. Azok a vagoszok, ember, megyek és széttépem őket. Raspol hasztája huszte! Hé fiúk, mi a recsegés? Az igen. Iszok egyet. Igen, én vagyok CJ, de mit csinál most Caesar, úgy őszintén? Na, cimbora. Akkor igazából a vagoszosoktól vissza kell foglalnunk a Varios Los Aztecasnak a területét. Az igen, még ott a Gusti bácsi. Egyébként tisztára ilyen Gustis neve, ilyen hülye nevük van ezeknek a vagoszosoknak. Hasta la merte. Na gyertek, vagoszosok. Ez a terület a Varios Los Aztecasé. És ők a tesójaim. Ezért kinyírlak titeket, szarjankók. Gyertek, gyertek. Tudjátok, lehet, hogy még a mai részben elveszem az összes területeket. Vágoszosok? Ugyan már. Nincsenek olyanok, hogy vágoszosok. A vágosz egy fos banda. Egy nem létező szar banda. Mexikói kis pöcsök. Gyertek ide. Ez a terület a Los Aztecas. Ez a terület a Los Aztecas bandái. Megértettétek? Megértettétek? Nem akarom még egyszer megkérdezni. Egyébként azt hiszem lesz most a vagoszosok közt egy olyan csávó, akinek rakétavetője lesz. Nagyon úgy rémlik. Nagyon úgy dereng. Oké, gyorsan szedünk egy kis úzi lőszert, mert az mindig jól jön. Gyertek, rohadékok, gyertek, szarjankók. Gyertek, gyertek. Mindenkinek adok én. A pofájára. Ó, még mennyien ott vannak. Tudjátok mit, srácok? Akkor boldog karácsonyt! És tartsd meg az aprót, te rohadék! Gyertek, gyertek! Gyertek! Szálljatok szembe velem! Nem merik amúgy ide tolni a pofájukat természetesen. Jó van. Ó, még itt vannak egy páran. Jújjúj! Itt a teljes család. Biztos most jött meg a csépé. Azért vannak itt. Éppen csoportos hokizást tartanak, vagy én nem tudom mit. Na mindegy, megszerezzük a jó sok lőszert tőlük. Többi ez nem érdekel. Na, ott is egy szarjankó, ő túlélte egyelőre. Oké, ez volt az utolsó. Induljunk, coming! Figyelj a sikátorra. De itt még egy él. Még egy életben van, azért mondom. Hát jól gondoltam, hogy ez még itt életben van, nem hiába jelzett a játék. Na, figyeljünk a sikátorra. Caesar, te is nagy keményen szedd a... izét, a... szedd a virgácsodat, CJ. Vagy a Caesar, futás van ezerrel. Na, itt volnánk. Az volt a könnyebbik része, most bemegyünk a Viper a fészkébe. Na, innentől keményedik a helyzet. Sunny! Neked honnan a szarból rakétavetőd még nekem sincsen. Jó, mert mondjuk Torino tanyáján tudnék akármennyi szerezni. Háborús övezet. Az igen! Na, beléjük a rakétavetőt akkor. Jó, hát hogyha nem külditek beléjük a rakétavetőt, akkor majd én szarrá lövöm őket minigunnal igazából. Gyertek! Gyertek, vagoszosok, gyertek! Bekeményítünk! Hazer! Vagy Hazer! Vagy mit tudom én, mit mondtak. Hazer! Hazer! Oké, most mi történik? Most mi történik? Most figyeljünk! Hazer! Ne! Megsérült a Hazer! Ajaj! Itt menstruál! Késett neki a mensi, aztán most... akar meghalni. Meg kell védenünk Caesart. Miért pont Caesart? Nem Hazert amúgy. Caesart védjük meg. Ez most milyen hülyeség? Hát Caesar nagy fiú. Pontosabban nagy lány. Ne haragudj, Caesar. Meg tudtam magadat védeni. Mit csinál ez? Azt hittem, hogy hokizik. Azt hittem, hogy beírta a pervankot Caesar. És nem azért, srácok. Ha mindegy. Ajaj, banda erőssége az gyengült. Ajaj, niga. Ajaj, niga. Sunny, lőjél már beléjük izét rakétavetőt. Oké, ezek megdöglöttek. És kész a küldi elvják. Fejezzük be ezt be, bassza meg! Veled vagyok! Fogjuk el ezeket a köcsölket, mert mindig tart a küldi? Vagos szomszédsága. Mi volt ez a buzis hang? Aztecas ég? Fú, de buzis hangjuk volna ezeknek a izéknek. Ajaj! Rakétavetős anyádat! Milyen buzis hangjuk van ezeknek a vagoszosoknak, ugye? Volt egy vagoszos csávó, még Freddy. A játék elején azt a rakétavetőt, ja nem tudjuk fölvenni, mert ugye minigunnunk van, azt meg le nem cserélem. Ugye még a játék elején volt egy Freddy nevű buzivágoszos, aki OG-rok küldében szerepelt. Hát, ugyanolyan hangja van a többinek. Vigyétek kórházba Hazert,
Megjött, mondom csak a menstruáció, nincsen különösebb baja. Remélem, pajtás, találkozunk, miután leiggadta a kedélyek. Köztesa! Te igazi jó gyerek vagy, Caesar. És kérd meg Kendall kezét, és legyetek boldogok! Kívánom szívből. Bár Kendallben nem tudom, milyen lehet élni. Hé! A vari oroszaszték az velünk van, tesó! What's up? Ne lőjed már! Nem már, az előbb még együtt harcoltunk. Jó, hát akkor mondjuk igazad van. Inkább akkor már a groove, mint a variosok. Na nézzük, telefoncsörgés. Nézzük, ki lehet az. Bro, gondolkodom. Nagy város, de annyira azért nem nagy. Néhány bolond tudja, hol bujkál Smoke. Amíg a Rooster Street családok nem uralják az utcákat, a pénz többé fog érni, mint a hírnevük. Meg kell támadnunk azokat a bálaszokat és vagoszokat. Oké. Most kell rengeteg területet szereznünk, srácok. Igen. Tehát eltaláltam, nagy szerelem, tesó. Sok szeretet, imádlak, sweet, jó gyerek vagy. Több banda területet kell szerezned Los Santosban. Igen, eljött ez a pillanat is, srácok. Final mission előtt állunk. Befejeztem az összes küldetést a San Andreasban. Egyetlen egy küldetésű maradhat rá, a final mission. Az utolsó küldi. Egy küldetés, de ehhez még meg kell szereznünk több területet. Ugye a 69. részben majd az összes területet megszerzem. Hány százaléknál járunk amúgy? 98,40. A következő részben, srácok, le fogom fújni az összes, tehát az összes graffitit, le fogom fújni. Az lesz a következő részben a kínálat. Az azutáni részben, ez volt a 66. rész, 67. rész, tehát az összes graffiti lefújása. A 68. részben, srácok, megcsináljuk majd a betörős mellékküldetéseket. A 69. részben magunkévá tesszük egész Los Santost, az összes területet el fogom foglalni tényleg Los Santosban. És aztán jön a 70. az utolsó rész a végigjátszásból, srácok. Szerintem most már nem akarjátok ti sem annyira sietetni ezt az utolsó négy részünk van még hátra ebből a sorozatból, úgyis ennek a résznek over. Még hazafutok a gettóba. És igen, srácok, hát egyszer minden sorozat véget ér, igazából csak ennyit tudok mondani, hogy 4 részünk maradt még ezután. Aztán vége. Befejeztük a San Andreast. Hihetetlen utazás volt, de még szerencsére nem ért teljesen véget, még azért egy utolsó küldünk van hátra. Addig, mert még van hátra 3 előkészülési rész. És aztán 70. részben elérkezik Big Smoke-nak a fekete napja. Kivégeznük a varacskos disznót. És itt van egyébként egy graffiti szintén. És valamiért remeg a pofán. Tehát nem így, hogy a fejem remeg, hanem így bizsereg az arcom. Ilyen sem volt még velem, te jó Isten, talán túlzott fáradékonyságnak a jele. Majd szétmegy a fejem, Jézusom. Még itt a végén meghalok. Elhunyok. Ajaj, na mindegy, srácok, akkor ennyi lett volna a végigjátszásnak ezen része. Hogyha tetszett, akkor kérlek, nyomjatok egy tetsziket, és iratkozzatok fel Imiszkóra, ha még nem tettétek volna meg. Az előző részben ugye nem mondtam, de folytatás 50 like után lesz. És hát igen, 4 részünk maradt, srácok. Élvezzük ezeket az utolsó pillanatokat itt a gettóban. Imiszkó most elhagyja a várost. És akkor TV lopásos szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!